Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola elmúlt időszakáról és közelgő rendezvényéről kérdeztük Szombathelyi Ágnest. A Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola életében több dolog is történt az elmúlt időszakban. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Szombathelyi Ágnest. Beszéljünk is erről, hogy mi történt az iskola életében. A gyerekek ugye többen is versenyeken vettek részt. Beszéljünk először is ezekről. Hát én is köszöntöm a nézőket. Hála jó Istennek az idei tanévben végre már versenyekre tudtuk vinni a gyerekeket. Semmiféle körülmény nem nehezítette, és nem akadályozta a versenyek megrendezését. A második fél év az nagyon-nagyon sűrű volt így a tanárainknak is, a felkészítő tanároknak, illetve a résztvevő növendékeknek. Egészen februárig kell, hogy visszamenjek. Ugyanis február 4-én került megrendezésre Csongrádon az Ezüst Húrhegedű verseny. Ez egy hagyomány ápoló verseny, mindig más-más település a házigazda, és a vonósok eredményesen szerepeltek rajta. Sorolnék neveket is. Gyurica Gerda szerepelt, ő ezüst minősítést kapott, Didi Simon Jakab szintén ezüst minősítést, Farkas Boglárka arany minősítést, Majoros Inez szintén arany minősítést, Török Máté bronz, és Török Dominik arany minősítéssel végzett. Nagyon-nagyon sikeresen szerepeltek a növendékeink. Fúvos hangszeren játszó gyerekeknek is mozgalmas volt ez a tavaszi időszak. Szentesen, Kiskörösön és Kiskunfélegyházán mutatták meg a tehetségüket, produkcióikat. Szentesen a kortárs zenei találkozón is több növendékünk szerepelt, és itt is mondanék egy pár eredményt, akikre büszkék vagyunk. Domonics Hanna dicséretet kapott, ő fuvolán játszik nálunk. Kovács Dorottya szintén fuvolista növendékünk, ő nívó díjat hozott el Szentesről. Süli Csilla trombitán szintén nívó díjat, trombita hangszerre nívó díjat kapott, és Szabó Szintia dicséretet, ő egy fuvolista nagylányunk, és egy kis együttessel és kamara együttessel, amit fuvola triónak nevezünk, aminek tagjai Sebők Dóra, Répa Antal, Hanna és Hószó Kamilla, ők dicséretet kaptak ezen a szentesi versenyen. Kiskunfélegyházán megrendezésre került április 5-én egy országos verseny, ahol van magyar zeneszerzők és vokális hangszeres műveit hallhatták az ott jelenlévők, vagy játszották az ott jelenlévők. És ott Kovács Dorottya fuvolistánk szerepelt, illetve Szabó Szintia, és egy kis kamaracsoportunk, aki Sebők Dóra és Nagy György Hanna Kata. A Sebők Dóra ő fuvolista, és a Nagy György Hanna Kata pedig az ő barátnője, aki zongorista, és ők összeültek és együtt zenéltek. És akik helyezést kaptak, az előbb már említett fuvola trió, akik harmadik helyezést hoztak el erről a versenyről. És akkor még említettem a kiskörösi trombita versenyt, részfúvós versenyt, ahol Süli Csilla nívódíjat kapott, és Paku Renátó pedig kiemelt nívódíjat kapott. Az iskolánkban a zenészeken kívül van más tanszak is, és még megemlíteném itt a grafikus eredményünket. A balástai növendékek közül Szél András egy második helyezést hozott el egy rajzversenyről. Ezt a Petőfi emlékév kapcsán írták ki, az egyházi iskoláknak volt kiírva egy ilyen március 15-e alkalmából egy Petőfi illusztrációkat vártak erre a versenyre, és ott az András második helyezett lett. Néptáncosaink is sorra szerepeltek városi és környékbeli települések rendezvényein, de ők külön versenyen nem voltak. Növendékhangversenyeket is tartottatok az elmúlt időszakban, vonos találkozó is volt. Beszéljünk ezekről is. Hát a növendékhangversenyeink, ahogy szoktuk, mindenfél évben kettő megrendezésre került, és már túl is vagyunk a második fél év második növendékhangversenyén, amin szintén vendégül láttunk titeket. Ez a héten volt, 25-én
április 25-én kedden. Itt tudtuk a nagyterembe megtartani. Voltak terveink, hogy egy kicsikét kilépünk az iskola falai közül, és elvisztük a produkciójainkat más helyszínre, de sajnos most idén nem jött össze. A református templomba szerettünk volna egy hangversenyt tartani, de reméljük, hogy a közeljövőben majd ezt is be tudjuk pótolni. Volt egy nagy rendezvényünk, a Csongrád megyei, Csongrád Csanád vármegyei vonalzenekari találkozó, amit most idén ötödszörre rendeztünk meg itt Kisteleken. Nagy-nagy múltja van ennek a rendezvénynek. Kolléganőm, vonos tanárnőm, Popitné Várhidi Zsuzsa mesélte, hogy már az ő gyerekkorában is, amikor ő még zeneiskolás volt, már akkor létezett ez a rendezvény, és most itt ötödszörre fogadhattuk vendégül a megye összes vonoszenekarát, illetve kamara együttesét. Nagyon sok településről érkeztek hozzánk zenekarok, a teljesség igénye nélkül sorolnám, hogy Szegedről, Csongrádról, Makóról, Hódmezővásárhelyről, és talán föl is soroltam az összeset, elnézést kérek, ha valakit kihagytam, és közöttük szerepeltek nagyon nagy sikerrel a hazai növendékek is a kamara együttessel. Ez egy egész napos rendezvény volt, ahol szerintem nagy-nagy élményben részesülhettek az ott lévő közönség és hallgatóság. Milyen rendezvényekre készültek a közeljövőben? Nagyon-nagyon aktuális, május 13-án, az most már nem sokára itt van, a szokásos művészeti iskolás majárisunk, amit szemben a főtéren, a Szent István téren kerül majd megrendezésre. Remélem az időjárás kegyes lesz hozzánk, és meg tudjuk tartani szokásos módon, hagyományos módon kinti rendezvényként az ott felállított nagy színpadon. Azt szoktam mondani, hogy ez a rendezvény a mi reklámunk. Tehát ott bemutatkozik, egy egész délután adott hozzá, hogy bemutatkozzanak a zenészek, táncosok, a grafikus növendékek, és egy kicsit egy képet kapnak az emberek, hogy milyen munka is folyik nálunk. Lehetőség lesz már ott a rendezvényen is esetleg új beiratkozó növendékeknek a beiratására, és szeretnénk, hogyha mondjuk az ott szerzett tapasztalatok és élmények alapján jövőre egyre több, és minél több növendék látogatná el hozzánk ide az iskolába, művészeti iskolába. Április 22-e a Föld napja. Ennek kapcsán indult el a Teszed akció is, amelyhez már Kistelek is csatlakozott. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. A Föld napja története 1970-ben kezdődött. Az első Föld napján Dennis Hayes, amerikai egyetemista kezdeményezésére 1970. április 22-én 20 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban és az ország határain túl is fontos változásokat hozott. Szigorú törvények születtek a levegő és a víz védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és 10 millió embert érthet ökológiailag érzékenyebb életvitelre. 20 évvel később Dennis Hayes és barátai az ökológiai válság jeleit, a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagosodást, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet. Ennek érdekében Dennis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld napja nemzetközi hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömegfelvonulásoktól kezdve szabad egyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéseig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország, 200 millió környezetért aggódó polgár, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját programmal,
a legkülönfülőbb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot. A felhívást a Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Földnapi Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar földnapi eseményének koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek. A Földnapi Alapítvány a helyi kezdeményezéseket külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét környezeti könyvek kiadásával, vetélkedők összeállításával támogatja. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Földnapja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják, és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében. Fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöld szervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Földnapi mozgalom legnagyobb sikere, hogy helyi igény szerint helyi kezdeményezésre szerveződnek a földnapi programok, és ma már nem csak a Földnapján. Az alapítvány a szemléletformálás érdekében évről évre jelentős külföldi művek, sőt magyar szerzők környezeti témájú könyvét jelenteti meg. Könyveink közül ma már több is ajánlott vagy kötelező irodalom egyetemeken, főiskolákon. Az alapítvány eddig több mint 50 könyvet, ismertető füzetet és 4 társasjátékot jelentetett meg. A világméretű földnapi mozgalom 2000-ben volt 30 éves, a Magyarországi Földnapi Alapítvány pedig 10 éves. Dennis Hayes, a mozgalom elindítója erre az alkalomra új felhívást tett közzé, hogy 2000-ben még több ország csatlakozzon a mozgalomhoz, és hívja fel a figyelmet a földnapján, április 22-én a környezeti veszélyekre. 1,5 milliárd embert mozgósító, meg világmegmozduláshoz a Földnapja Alapítvány is csatlakozott. Többek között egy környezeti társasjátékkal, az ökovilággal fordult a jövő nemzedékéhez, és a Magyarország környezeti állapotát bemutató a természet romlása a Romlás természete című könyvével a döntéshozókhoz, természetesen összefogva több civil szervezettel. Magyarországi Földnapi Mozgalom 2010-ben volt 20 éves, és bár sokat tettünk az elmúlt 20 évben környezetünk fontosságának tudatosítása érdekében, de nem eleget. Már van szelektív hulladékgyűjtés, vásárolhatunk környezetbarát termékeket, körbeért 2 tavunk körül is a kerékpárút, szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, az energiapazarlás, általában a természetes szolgáltatásainak túlhasználata, általában a természet szolgáltatásának túlhasználata, mindezek következményeként pedig nő az üvegházhatású gázok kibocsátása, és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét. Ez a változás nem a távoli jövő eseménye. Az éghajlatváltozás már itt van. Már 0,7 Celsius fokkal nőtt az átlagos globális hőmérséklet, és fokozódik a felmelegedés üteme. Tennünk kell, tegyünk ellene együtt, hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius fokos globális felmelegedést. Cselekednünk kell, és ebben a Földnapi Alapítvány is aktívan részt vállal ugyanúgy, ahogyan 20 éven át tette ezt. Vigyázzunk földünkre, jövőnkre, és tartsuk 2 Celsius fok alatt a felmelegedést. Figyelje programjainkat és csatlakozzon. Cselekedjünk együtt! Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az EMI Nonprofit Kft. Szervezésében idén tavasszal, immár 11. alkalommal került megrendezésre az ország legnagyobb illegális hulladéklerakás felszámolását célzó közösségi kampánya a TESZED. Önkéntesen a Tiszta Magyarországért rendezvénysorozat. Az ország szerte népszerű hulladékgyűjtési akciót évről évre azért szervezik meg, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb, tágabb környezetünket, teremtett világunkat az illegálisan lerakott hulladékokról. Ezen kívül az akció célja a környezettudatos attitűd megerősítése a lakosság, a fogyasztók körében, valamint az illegális hulladék elhelyezése kapcsán a megelőzés és a megszüntetés fontosságának a hangsúlyozása. Továbbá az önkéntesség népszerűsítése. A TESZED egy olyan hazai jó gyakorlat, amely keretén belül az önkéntesség lehetőségével akár egy kirándulás során is élhetünk. Ha különlegeset és hasznosat szeretnének tenni környezetünk védelmében. A kampány ugyanakkor elősegíti, hogy egyre többekben kialakuljon, illetve megerősödjön az igény a környezet tisztaságára, és felhagyjon a szemeteléssel. Az illegális hulladéklerakás ugyanis kis és nagy mértékben egyaránt környezetkárosító hatású. Ha a jövőben eleve a megfelelő helyre kerül a hulladék, akkor nincs mit összeszedni, így biztosíthatjuk a tiszta környezetet a jelen és a jövő generációi számára. A TESZED akció keretében az elmúlt években több ezer tonnányi illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a lelkes önkéntesek az országot. Tavaly közel 850 tonna szemetet gyűjtöttek összesen 893 találkozási ponton, oktatási intézmények, baráti
társaságok, cégek, munkahelyek vagy helyi közösségek egy-egy koordinátor irányításával. Kisteleken összesen 32 fő vett részt az akcióban. Szervezeti formában a Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Városszépítő Egyesület, a Zöld Halomvadász Társaság tagjai és önkormányzati dolgozók, kiegészítve egy fő önkéntessel és a városrendésszel, illetve a polgármester úrral. A szülőkkel együtt a felügyeletük alatt szép számmal voltak gyerekek is. 150 zsák szemét gyűlt össze elsősorban a város ki- és bevezető útjain, és a Paphöngyes környezetében is dolgoztak. Agrárfórumot tartott a Nemzeti Agrárkamara Csongrád-Csanád vármegyei igazgatósága. A rendezvényen stábunk is részt vett. Kisteleken tartott tájékoztatót a Nemzeti Agrárkamara Csongrád-Csanád vármegyei igazgatósága, melynek fő témája az egységes kérelmek benyújtása 2023-ban az új kapszabálynak megfelelően volt. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere köszöntötte a részvevőket. Szeretettel köszöntöm valamennyiüket, és külön köszöntöm itt az asztalnál foglalt leginkább előadókat, akik az én még mindig agrárkamarának hívom, de kiderült, hogy agrárgazdasági kamarának képviseletében jöttek el, és tulajdonképpen szeretnénk egy picit beszélgetni, hogy mik is azok az aktualitások, amit nem ártana egyébként mindannyiunknak tudni. Nemrég volt nálunk Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr, és az egyik kisteleki lakos megszólította, aki agrárvállalkozó, hogy képviselő úr, annyi helyen hallunk tájékoztatásokat, itt a közös agrárpolitika változásairól, az aktuális kérdésekről, nem lehetne esetleg Kisteleken is egy ilyet rendezni. Hál' Istennek Szűcs Laciék nagyon fogékonyak voltak erre, gyakorlatilag azonnal jelentkeztek, hogy beszéljünk meg egy közös időpontot, és örömmel veszem azt, hogy többen eljöttek, és várjuk azokat az információkat, amik tényleg aktualitások, mert azért azt halljuk, hogy ilyen azért hál' Istennek van bőven, vagy ki hogy értelmezi. Úgyhogy szeretettel köszöntelek valamennyiütöket, köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan reagáltatok arra a kérésre, hogy legyen itt is, és én azt gondolom, én házigazda révén átadom a szót, és mindenkinek mára egy nyugodt szép tanácskozást, úgy néz ki, hogy fagymentes hajnalok lesznek most már, nem kell sietni az a krumplis fóliát sem becsukni. A barac már úgyis elfagyott, ami el akart, sőt majdnem minden, úgyhogy most már nyugodtabbak lehetünk sajnos. Én legalábbis nem találok nagyon olyan barack virágot, aminek zöld lenne a közepe, de ki pedig locsoltam is. Úgyhogy Isten hozott minden jótokat. Köszönöm. Majd Kormányos Sándor, a Nemzeti Agrárkamara Csongrád-Csanád vármegyei alelnöke folytatta. Engedjék meg, hogy egy szép hosszú anyagot sikerült nekem összeállítani, hogy elmondjam, hogy vajon hova is jutottunk, és vajon mind is vannak itt a mai napon. Hadd kérdezzem meg, tudják, hogy miről szól az új területalapú, az új kap? Igen. Valaki hallott róla? Mennyire vagy megijedve tőle? Elnézést, hogy tekezni. Nem vagyok megijedve tőle, mert végre valányra azok a területek nem fognak támogatást kapni, amit nem művelnek. Világ életemben azt hallottam, aki dolgozik, egy teljesítmény alapú, tehát én vitatkoznák egyik másik részével. Én egy árbevétel alapú támogatási rendszer tudnák elképzelni, ami a következőkön alapszik. Arra kérnélek meg, hogy ne menjünk mélyen bele. Nem. A végén, én is azért akarom, nagyon szépen köszönöm neked, csak annyit akartam, hogy, és ezt természetesen át fogjuk beszélni, de annyit szeretnék kérni, hogy én is nagyon rövidre fogom a bevezetőmet fogni, pont olyan meggondolásból, mert én már hallottam a Beának, illetve a Lacinak az előadását, és megvallom őszintén, hogy ott azon a rendezvényen szétfőtt a marha pörzsöt. Eléggé sikeresen, mert hogy hál' Istennek nagyon sok kérdés volt, úgyhogy mindenkit biztatnák már itt az elején, hogy azért jöttünk össze, hogy őszintén beszélgessünk, és egy picit a jövőt a lehető legjobban tudjuk platógatni. De miért is valójában a közös agrárpolitika és a KAP az vajon mibe változik? Január 1-től egy teljesen új Európai Uniós támogatási rendszer indul el, amit most éppen beszélgettünk, hogy az április
20-a lesz majd előreláthatólag az az időszak, amikor majd a területalapú támogatást be lehet nyújtani, de ez még eléggé képlékeny, még ebben a pillanatban is, eléggé szűk volt az idő. Teljesen jogosan teszik fel a gazdák a kérdést, hogy hát akkor mi a fené, tehát most a politikusokat meg a tárgyalókat azért fizetik, hogy menjenek ki, és akkor legyenek olyan szívesek az érdekeinket képviselve, a legjobban képviselve, minél több pénzt hozzanak haza Magyarországra, és utána a megfelelő rendszerre majd segítsenek szétosztani, hogy önök tudjanak minél jobban gazdálkodni. A tisztelettel jelentem, hogy az Európai Unióban nem mindig gondolják, és gondolták ezt így, és a tárgyalások nagyon sokszor megakadtak. Nagyon nem tudom, hogy önök hallották ki ez a bizonyos zöld mozgalmak, Green Deal és társai, amiben egy teljesen új szemléletet akarnak bevinni a mezőgazdaságba, ami a magyar emberek, illetve a magyar gazdálkodók számára nem mindig teljesíthetőnek tűnik, és természetesen, ha nem teljesíthető, akkor a pénzekről se tudnak hozzájutni, és ez nagyon sokszor akasztotta és megakasztotta a tárgyalásokat. De tisztelettel jelentem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy be sikerült zárni, és 5300 milliárd forintnak a sorsa dőlt el. Ez két részletben fog majd szétosztásra vagy kijuttatásra kerülni. Ez 2400 közvetlen és ágazati támogatás, és 2891 milliárd, ez pedig vidékfejlesztési források keretében fog kijutni. Erre szokták mondani, hogy ez annyi pénz, hogy nincs is. Higgyék el, van, és a magyar kormány ezt komolyan gondolja, ennek úgy tesz mellé, vagy alá hitet, vagy úgy teszi le a voksát a magyar mezőgazdaság mellett, hogy ennek 50%-át az összegnek biztosítja, az már biztos, hogy meg lesz a gazdálkodók számára. Azért egy lényeges elmondani, hogy 23 és 27 közötti időszakról van szó, tehát ez nem egy évben fogják megkapni, illetve felismerte a magyar kormányzat is azt, hogy az alapanyag előállítás az nagyon jól működik Magyarországon, nagyon nagy nehézségekkel természetesen, de nagyon jól működik, és ezeket sokkal magasabb szinten kellene majd a későbbiek során feldolgozni, és úgy jobban eladható, jobban kiszolgálható a vevőkör, a fölvásárlók ezzel a termékkel. És itt jön a képbe a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, aki nagyon sok tárgyaláson és egyeztetésen van túl. Ő Magyarországon és az itteni különböző szakmai szervezetekkel próbálta és tette a dolgát, az információt összegyűjteni és a kinti tárgyalók felé kijuttatni. Majd az egységes kérelem benyújtásáról és egyéb aktualitásokról Szűcs László, vármegyei igazgató és Mavracsics Beáta, a Nemzeti Agrárkamara vármegyei főfalu gazdásza adtak tájékoztatást.